Nézd ide! Itt van egy euró, meg ott is van egy euró. Persze, hogy kiveszem. Még 9 és 2 liter vodka, úgyhogy... A csavai lányok itt dolgoznak, és írtak egy fantasztikus könyvet, ami erről a reptérről szól. Letzte Aufruf Tegel, utolsó felszólalás Tegel. Hogyha így említed az embereknek, akkor mindenki azt mondja, hogy igen, valóban nagyon szeressük ezt a repteret, és így, hogyha elolvasod ezt a könyvet, akkor még jobban szereted. Hát így eltalál valamit. Ja, igen, mondjuk ez is nagyon érdekes volt. Van ez a kabin, hogyha valami nem stimmel a Hanson, a kézi szondával, akkor futás a kabinba, és egyszer volt egy olyan nő, akinél a fejénél mindig kiütött ez a kézi szonda. És bevitték a kabinba, és kiderült, hogy egy paróka volt rajta, levetették a parókát, de a paróka után is mindig kiütött, és kiderült, mondta a nő, hogy a francba, elfelejtette pont aznap, hogy egy golyó van benne. A férje meglőtte, és nem tudták kioperálni az agyából a golyót, és azzal szokott utazgatni. Évek óta él ezzel a golyóval, nagyon régóta. És miért kellett írni ezt a könyvet? Úgy volt, hogy bezár ez a repülőtér. Mert hogy Berlin kap, igen. Egy olyan szomorúság volt itt a repülőtér, mindenki, az utasoktól kezdve, az itt dolgozókig annyira melankólikusak voltak, de... Akkor jött a csodálatos hír, hogy ezen az új repülőtéren semmi nem működik, és nem nyitják ki még. És akkor gondoltuk azt, hogy jó, akkor ha most már megadatott ez a lehetőség, akkor most tényleg nekiállunk, és nem csak a mi saját élményeinket írjuk le, hanem a check-intől kezdve a takarítóbrigádig, a Lufthansa főnökig, több mint 60 emberrel beszélgetünk. És érdekes, mert így, hogy megvan a könyv, így most valahogy úgy érezzük, hogy kicsit könnyebb a búcsú. Igen. Igazából már kiskorunkban egyfolytában utaztunk ide-oda. Anyukánk bolgár volt, édesapánk magyar, Németországban ismerkedtek meg, plusz édesapám kapott egy munkát Damaszkuszban, úgyhogy ott éltünk 3 éven keresztül. Emlékszem, amikor egyszer tűzgyakorlat volt? Hol? Itt. Emlékszem. Milyen igazi szocialista, egyszobás testvérek vagyunk, egy ilyen picike szobában nőttünk föl, és te mondtad azt valamikor, nem, hogyha valami történik, és azt nem mondjuk el egymásnak, akkor az... Az olyan, mintha csak félig történne meg. Igen. De kicsit onnan jön ez, hogy a szüleink nagyon sokat utaztak. Tehát ők sokat dolgoztak külföldön, nem? Uh-huh. És mi nagyon sokat voltunk egyedül ketten. Úgyhogy ezt ők csinálták velünk egy kicsit, nem? Igen. Kelet-német részhez tartozott. Mindig mennek valamilyen viták, hogy mi lesz igazából ebből a területből. Nem teljesen biztos, hogy a város azt így fogja hagyni. Ott a Badehaus. A Badehaus azt jelenti, hogy fürdő. Ugyanazok csinálják, akik itt egy szimpla kávézót is nyitottak, nem soha messze innen. És ott ma éjjel lesz a Jaguar koncert. Der deutsche Erzeuger braucht ja immer eine Musik. Nenne eine Schublade für Musik, die ich nicht kennt, in die die Bands eintüten kann, auch wenn sie da ja nicht reinpassen. Ja, persze jön ez a kicsit ez a schublade kérdés, ugye németek mindent beskatujáznának, és hát persze sok zenét nem lehet beskatujázni, de mégis azt szeretnék kérdezni, hogy te hogyan neveznéd azt, amit csináltok?
Hát nem is tudom, pszichedelikus elektronikus zene talán. Mindig izgalmas, hogy eljönnek-e a koncertjeinkre, ismernek-e legalább egy számot, hogyha nem kell, hogy ismérnek, de legalább ne kérjenek mást, mint amit játszunk. Eddát. Omega, de. Ilyesmiket ismernek általában külföldön. Este megérkeztünk, és még DJ-ztem valahol, és egy maroknyi embernek egy vernisszázson játszottam, és egynek se fordult még meg a fejébe az se, hogy oda jöjjön, hogy Léci játsz valami ilyen számot, vagy olyan, nincs ilyen számkérés, meg ilyen, tehát hogy egy tök másfajta. Persze, az szerintem szuper ciki, hogy ez még Budapesten ez így működik. Itt pedig az a különbség, és amit én is szeretek, hogyha elmegyek egy klubba, hogy nekem mutassanak olyat, amit nem ismerek. Nem válogatósabb is a közönség? Nem válogatósabb. Konkrétan az volt tegnap is, hogy így, mit tudom én, otthon van olyan, hogy így játszok, vagy elképzelem elő, hogy milyen zenéket fogok játszani, és amikor én nagyon, úgy érzem, hogy ez így nagyon progresszív, vagy ezt nem tudnak ezzel mit kezdeni, akkor az úgy is van általában. Itt pedig lazán így betettem azokat a zenéket, és azt gondoltam, hogy jó, mert ezután majd legyen valami lazább meg ilyes, és egyáltalán nem arra fele ment a szett, hanem sokkal súlytóbb zenék felé, és arra kezdtek el bejönni. És úgy éreztem, hogy ez kevés, itt tök jó lenne, még súlytóbb számok lennének itt a Winchesteremen, de hát ennyi van, úgyhogy... Kértek valamit inni, srácok? Vizet, sört, kólát. Fritz kólát. Ezért költöztem ide. Ugye rólunk azt mondják, hogy mi vagyunk a juppi generáció, ahol mindenki azt mondja neked, hogy az lehetsz, ami akarsz, és akkor bele vagy rakva egy ilyen aránylag szar gazdaságba, mondjuk egy Magyarországon nézzük, akkor még szarabb gazdaságba. És ha nekem nagyon triviálisan kéne megfogalmaznom azt, hogy miért Berlinbe jöttünk, akkor azért, mert az én hátteremmel ez az első elérhető európai város, ahol tudom, hogy összetudok otthon annyi pénzt gyűjteni, hogy itt egy vagy két hónapot túléljek az elején, és legyen időm lakást és munkát találni. Amikor kiköltöztünk 2 éve, akkor én megpróbáltam egy pár hónapon keresztül magyar kapcsolatok nélkül munkát találni, aminek az lett az eredménye, hogy fél éven keresztül dolgoztam egy tésztaétteremben, mint látványszakács, amit ugyan szerettem, de hogy nem volt a szakmámhoz sok köze. Technikus srác kontaktja már megvolt az eleje óta. És akkor én 6 hónapig vártam ezzel, hogy megkeresem őt, és akkor végül megkerestem. Ha össze kell hasonlítanom a két helyet, akkor azt érzem Berlinnel kapcsolatban, hogy lévén, hogy nincs ilyen őslakos közösség, lévén, hogy nagyon sok bevándorló van, ezért nincs ez a fajta valakinek a valakije vagyok élmény. Ha jó vagy, és tudsz networkölni, akkor előre tudsz jutni. Abban az esetben, ha csak így kijössz Berlinbe azért, mert nem Budapesten akarsz lenni, és nem határozod meg a céljaidat, akkor nagyon könnyű elsodródni, van egy tök jó éjszakai élet, aránylag jól tudsz keresni. Tehát, hogy így el lehet lébecolni éveken keresztül. Most ünnepeltük a kávézóba az 1 éves szülinapot, és én csak annyit mondtam az Evelynnek, hogy ez az 1 év, ez 367 nagyon hosszú nap volt, de ez tényleg így van. Nem volt gyakorlatilag szabad napunk. A repteret nem akarom abba hagyni, mert imádom. Plusz most jól jön a pénz is éppen, mert azért a kávézó első évében vagyunk, ami azt jelenti, hogy az ember mindig visszainvestál. Én egész életemben nem keltem olyan korán, mint most 1 éve. Lehet, hogy most kell azt visszafizetnünk, amit 20 és 30
öt között nem csináltunk. Tehát életet. Mi is állandóan bulisztunk, aludtunk, éjszaka volt, nappal volt éjszaka, de hát ez felőlem mehetett volna még így, örökké. Én azt hiszem, hogy itt senkit nem zavar, hogyha te 40-50 plusz évesen még eljárkálsz bulizni, nem ciki, hogyha térdigérő dokmártencben vagy. Tehát, ha olyan vagy, vagy olyan maradsz, amilyen vagy. El akartam mondani, hogy ő a legjobb barátnőm, és Szibile nem lett volna, akkor én azt hiszem, hogy egy hét múlva visszamentem volna Budapestre. Házi bulin találkoztunk házi a Julival. Sex Action basszus gitárossal jártam, Somjai Mikivel, aki akkor egy annyira szép fiú volt, és elég frusztrált voltam. Én meg akkor az Erdély Zsolttal jártam. Te Zsolttal jártam. Nagyon be voltak rúgva. Kicsit más lányokat kergett. És akkor én gondoltam, hogy le van minden szarva, én fogok egy üveg pezsgőt, és bemegyek a fürdőszobába, és leiszom magam. Igen, és én is bejöttem. Te. Nem, azt ott hiszem, te ültél a kádba. Te ültél az üres fürdőkádba, és kérdeztem, hogy szabad ez a hely? Én 41 évesen döntöttem úgy, hogy elhagyom azt a fiút, akivel hány évig voltam, mit tudom én, 8 vagy sok. Mert igen, valahogy úgy éreztem, hogy túl sok energiát elvesz belőlem. Itt mindenki értette, tehát a barátaim értették. Apukánk kivételével nagyon sokan mondták, hogy meg vagy te őrülve. 40 évesen vagy 41 évesen elhagysz egy fiút. Hát mi lesz veled? Magyarországon. Igen. Ez Magyarországon volt. És érdekes módon ez nekem eszembe se jut. Basztasz! Was ist es? Ich weiß es nicht. Készül a töltött káposzta. Elvileg már kész kéne lennie, csak ma nagyon sokan voltak, úgyhogy most ez egy éjszakai műszak lesz. Mert hogy holnap vasárnap, és vasárnap és hétfő a magyar nap. Főleg, mert azért még a kert szerda, csütörtök, péntek és szombat is, ugyanis mindig van palacsintánk, meg most szeretnénk azt, hogy mindig legyen pörköl, ezen még dolgozunk. Két dolgot hozunk Magyarországról mindig, az a piros paprika, az édesnemhez, egyenesen a gyárból, és az erős pistit. Mert nagyon szeretik itt a csípőset, mi mindig meg is kérdezzük, és a legtöbb német már mondja, hogy jaja, Pisti, és így mutatja ezt a bajuszt. Legtöbben tudják azt is, hogy magyarok vagyunk, a vendégek is egyfolytában jönnek be, és mondják, hogy na megint mit hallottunk. Érdekes módon abban az úgynevezett szocializmusban, amiben felnőttünk, és ami elől valamikor eljöttünk, abban valahogy büszkébben éreztük magunkat, mert mindig az volt, hogy hát magyarok azok mindig mások, meg hogy ott minden szabadabb. És most ugye az utóbbi időben nagyon gyakran van az, hogy rosszul érzem magam attól, hogy az emberek így reagálnak arra, hogy én magyar vagyok. Csináltam ilyen kulturális riportokat az Arte híradónak, arról, hogy mennyi fiatal elhagyja az országot, és azért hagytam abba, mert valamikor észrevettem, hogy nekem rosszul esik, hogy ilyen negatív beszámolókat készítek Magyarországról, és nem akartam már, egyszerűen nem akartam csinálni. Ezzel a öltözettel az ember gyakorlatilag mindenhol szalonképes, sőt, rá van írva, hogy ez az ember, ez egy jó kereső ember, aki gyakorlatilag minimum 2-3 ezer eurót keres. Itt majdnem, hogy többet ér ez a ruházat, mint egy öltöny.